Ez a Hírek plusz a Szolnok Televízió reggeli híradása október 27-én szerdán. Köszöntöm nézőinket! Itt a negyedik hullám. Hosszú idő után hétfőn ismét koronavírus hírekkel jelentkezett Szalai Ferenc. A polgármester Fejér Andor és Györfi Mihály alpolgármesterekkel közösen tájékoztatta a szolnokiakat. Hölgyeim és uraim, kedves szolnokiak, alpolgármester urakkal leülvén a szokásos megbeszéléseink egyikén, épp ma abban állapodtunk meg, hogy arra kérjük Önöket, hogy a lehető legjobban figyeljenek a járvány terjedése miatt a maszkhasználatra, használatra, távolságtartásra és a higiéniai elvárásokra, előírásokra. Nagyon-nagyon komolyan és fokozott figyelemfelhívással élünk az intézményeink, óvodák, bölcsödék, iskolák, cégeink a szociális ellátó rendszer munkatársai és alkalmazottai irányában, hogy bent az intézményekben, cégekben szintén a maszk használatot erősen javasoltá tegyék. Ezt azért mondom, azért mondjuk mindannyian, mert az látszik, hogy a tendencia sajnos növekvő. Jelentősen nő a fertőzöttek száma, jelentősen nő a kórházban ápoltak száma, jelentősen nő a lélegeztetőgépen lévők száma, sőt, sajnos az elhalálozottak száma sem csökken. Azért, hogy ne kerüljünk nagyobb bajba, mindenkinek szükség van a belátóképességére és a fegyelmezettségére. Természetesen, hogyha nem tud változni a számok, nem tudnak változni a számok, nem változik a tendencia, akkor el fogjuk rendelni a maszkhasználat kötelező vétételét is az intézményekben és a cégekben, hiszen ezzel tudjuk a legjobban garantálni a bendolgozók és az oda biztonságát. Az oda járókról és az a bölcsödére, óvodára vonatkozik elsősorban. Már ezen a héten el fogjuk tudni mondani önöknek azt, hogy a gyerekekért egy zsiliprendszerben menjenek, tehát egy ember menjen be egy gyerek ér, és így tovább, hiszen ebben is a vírus terjedését meg tudjuk akadályozni, legalábbis lassítani tudjuk. Kérem önöket, hogy a, a városra jellemző fegyelmezettséggel próbáljunk együtt túl lenni a járvány okozta problémákon. Természetesen az intézményeinken, cégeinken kívül számos olyan hely van, ahol sok ember megfordul, így kérem önöket, hogy ha egy mód van rá, akkor a tömegközlekedésen, az üzletekben, a boltokban legyenek szívesek a maszkot használni, és betartani a távolságtartás szabályait. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a polgármester uraknak pedig köszönöm az együttműködést, a közös gondolkodást. Ezüst diplomát szerzett és a legjobb külföldi kórus diát nyert el a Szolnoki Kodály kórus, a Bielszkó Bialában rendezett Nemzetközi Kórus Fesztiválon. Ezen túl a Krakói Zeneakadémia rektorának kupáját is elhozták. az Ezüst Pelikán és Területi Prima Díjas Kodály Kórus, mely januárban ünnepli századik évfordulóját, újabb sikerekkel büszkélkedhet. A lengyelországi 16. Gauda Cantem Nemzetközi Kórus legjobb külföldi kórus díját is elhozták egyebek mellett. Nagy dolog kimondani, hogy száz évesek leszünk januárban. Úgyhogy 1922-ben alakult a kórus, és 1994 óta vagyunk közhasznú kulturális egyesület. Nagyon-nagyon sok produkcióba veszünk részt, szerintem most is még a legnagyobb létszámú kulturális egyesület szolnokon. A kórusnak a létszáma az változó, hát most 33-an vagyunk, hát a pandémia az sok mindent rendezett a kórusba, de a létszámot megpróbáltuk megtartani, és a kórusnak a munkáját is megpróbáltuk megtartani. Így augusztusban, amikor neki nekifogtunk az őszi munkáknak, akkor a korábbi pályázati lehetőségenket kihasználva jutottunk el oda, hogy most október 21-én kimentünk Bieszkubi a Lengyelországba, ahol a 16. Gaudi Kantem Nemzetközi Kórusfesztivál és versenyen vettünk részt. A kórus régen Vegyes kórus volt, vegyes kart. A most jelen pillanatban női karként működik, mert a fiúk a már férfi kórusba mentek át. De ha szükséges, akkor, mint a nézők tudják, vegyes karként is fellépünk, például a szeptember 1-i rendezvényeken, valamint a januári gálákon rendszeres vendégei vagyunk a kórusnak. Egyszer már voltunk kint Lengyelországban ezen a versenyen, és akkor a legjobb külföldi kórus díját kaptunk, hogy ezt egy kicsit próbáljuk megtartani, hisz a felkészülésre nem sok időnk volt. De így is sikerült egy ezüst díjat, ezüst diplomát szerezni, megkaptuk a legjobb külföldi kórus díját, és a serleg, ami itt látható, ez pedig a Krakói Zeneakadémia rektorának a serlege és nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt a sikert elértük. Ezek után a elmúlt időszak nehézségei után. Milyen repertoárral mutatkoztak be? A Kodály kórusnak pontosan a száz éves jubileumára készülve alapvetően a hazai zeneszerzők, kortárs zeneszerzők műveiből készültünk. Természetesen a versenyre Kodályt, Bartókot, Kocsát és egy ö, még élő és a kórusnak régi ö, jó zeneszerzője, Balázs Árpád művét mutatták be a lányok a versenyen, és ezzel sikerült ezt az ezüst diplomát megnyerni. Milyen hangulatban zajlott a verseny, hiszen ennek, hogyha jól sejtem, közösség összekovácsoló ereje is van? Hát a verseny nagy. Azt kell mondjam, hogy a versenynek a, a hangulata az kiváló volt. Egyetlen egy máskor, ezek a fesztiválok, ezek egy, egy nagy találkozás. Most a járvány miatt sajnos egy kicsit elkülönültünk egymástól a kórusok, vigyázva egymásra és magunkra, de a hangulat így is kiváló volt sikerült a szállásunkat Bielszkóvi a belvárosában megtalálni, és így a városról is nagyon sokat láttunk a város él, azoknak a szép pontjait sikerült megismernünk, amire korábban nem volt módunk. Ki kell emelnem, hogy ezt a sikert Molnár Éva karnagy, aki a Bartók Béla Kamara kórust is igazgatja, ő a művészeti vezetője az Honnaki Korály kórusnak, Karnagya, és az ő segítségével készülünk a további fellépésekre. Két nagy projektünk van, az egyik az február 19-én a Budai Péter Fesztivál, ezt korábban még a pandémia előtt sikerült már egyszer bemutatni, és most újra kezdenénk. Aztán márciusban a Kodály Kórus 100 éves jubilumára készülünk, és természetesen bármilyen felkérést, ha januári gálára felkérnek bennünket, elfogadunk. A kórusa sikerek és az utazás után pár napot pihen, novembertől azonban folytatódnak a próbák. A következő esztendő ugyanis újabb fellépési lehetőségeket és jubileumi ünneplést hoz. Naponta két boszorkányos tárlatvezetéssel várják a gyerekeket az őszi szünidő alatt a reptárban. A diákok kézműves foglalkozásokon is ügyeskedhetnek, aki pedig faragott tökkel érkezik, meglepetésben részesül. De Denevérek és óriás pókok lepték el a repülő múzeum hangárját. A furcsaságok sora ezzel nem ér véget, ugyanis megjelentek a boszorkány seprűk is a kiállított gépek mellett. Sőt, maga a boszorkány is jelen volt. Jó boszi vagyok! Ja, jó nem bosszi. az északi boszorkány vagyok! Nem, nem, nem. mellett a repülőkről is mindent tud. Erről a régi hőlégbalonról is érdekes történetet mesélt a szünidőző gyerekeknek. Az őszi szünetben boszorkányos tárlatvezetéssel várják a gyerekeket a reptárban. A tökfaragás az ugye alap ilyenkor nálunk, és aki egy faragott tökkel érkezik a reptárban, az meglepetésben részesül. Derüljön ki akkor, amikor ideérnek a tárlatvezetések ilyenkor egy speciális tematikában, vagy legalábbis jelmezben zajlanak. A boszorkányos tárlatvezetéseink 11 óra 30 és 15 órakor indulnak, és ezen kívül egy speciális múzeumpedagógiai foglalkozással is várjuk az ideérkezőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Egy Boszi Seprük nyomában című Repter állítottunk össze, amelyen a mondókát, ha megfejti, hogy mi a feladat, akkor szintén egy meglepetésben részesül a gyermek. Illetve a Boszi Kuckóban lehet kézműves foglalkozásokon részt venni, ahol szintén szeretettel várják a kis boszorkányok az érkezéket. Szünetekben mindig egy picit megugrik a látogató létszám, bár igazából nem lehet panaszra okunk egyéb tekintetben sem. Elég népszerű a, a múzeum változatlanul. Láttam egy Kint van egy csápász. még? És mi? Katonai. Budapestről érkeztünk, őszi szünetet tartjuk jelenleg. Többször voltam már ugye a maketversenyt a Magó Károlyék tartják, és én aktív résztvevője vagyok itt a Magyar Makettelői Társadalomnak. Alapvetően a boszorkányos programot most kezdtük, tehát az első körig jutottunk, úgyhogy keresjük a seprüket nagy hével. Hát keresgélünk. Milyennek tartja ezt, hogy most boszorkányok, denevérek az egyéb repülő alkalmatosságok között? Mindenképpen jó dolog. Alapvetően ugye, hogy a gyerekeket is a repüléssel megismertessük, illetve a technikával, ami ugye az elmúlt időszakban szerepet játszott a Magyar Honvédség életében. Alapvetően azt gondolom, hogy mindenképp egy kreatív és jó dolog, hogy a gyerekek felé is nyitnak különböző programokkal, tehát ezt mindenképp érdemes folytatni. Egyedül picit, hogy a játszóház részt érdemes a belső téren úgymond megnövelni, ugye az most jelenleg nem egy fűtött helység, Szerintem arra kell még egy picit, hogy a gyerekek a feles energiát le tudják vezetni, mert az összpontosítási idő az nem mindig hosszú náluk. Kedves nézőink, Önök a Hírek plusz a Szolnok Televízió szerda reggeli hírműsorát látták. A nap legfrissebb híreivel este 7 órakor az Aktuálisban várom majd Önöket. További szép napot kívánok!